Június 27 és 30 között szervezte meg a Szent Korona Országáért Alapítvány nyári táborát Budakalászon a Kóskároly Művelődési Házban. Az idei Szent Korona tábor már az ötödik volt a sorban. 4 nap, több mint 12 előadás, felnőtt és gyerek programok várták az érdeklődőket az ötödik Szent Korona táborban Budakalászon. Táboroztatás manapság az nem arról szól, hogy nagy bevételek legyenek, hanem valójában az, hogy a nemzeti és keresztény kultúra ürügyén együtt legyünk, és tényleg olyan hagyományokat elevenítsünk föl, ami az eleink számára még élő volt. Ma már viszont a mulandóság hátba kerültek bele. Fafaragástól kezdve minden ilyen nemez és festésen keresztül, legfőképpen egyébként az előadások, ami fontosak, mert itt a néphagyományból, néprajzból, történelemből vannak előadások Szent Lászlótól kezdve, hiszen Szent László napján indult a tábor, ugye, és tulajdonképpen keresztelő Szent Jánosról is, hiszen az majd közel van június 24-én, és akkor ezzel kapcsolatos hagyományokról beszélünk akkor. De én azt gondolom, hogy nagyon jó programot sikerült összeállítani, mert is nagyon-nagyon, hogy mondjam, jutányos keretek között, ami azt jelenti egyébként, hogy valójában most, amikor az embereknek a kultúrára nincs pénzük, nekünk teli van a tábor. Tehát tényleg azt mondhatom, hogy egy boldogság itt lenni. Július közepéig vannak olyan programok, amit ugyan nem az alapítvány, de miután az alapítvány elnöke én vagyok, hozzám tartozik. És utána lesz egy kicsi szusszanyásnyi idő, és aztán szeptembertől megint indulunk újra, úgyhogy de lesz majd ingyenes nap, amikor több előadó itt a hálá a budakalászi közösségnek, mármint a faluháznak és az igazgatójának. Itt az ingyenes napokon 500 ember jelen szokott lenni, lesz szentkoron konferencia, és az év végén akkor meg aztán rengetegen szoktak lenni koncertek. Teli vagyunk programokkal. A táborozók harcművészeti oktatás keretein belül megismerkedhettek az íjászattal és a szabjavívással is. Maga a lovasnomád vagy nagy alátartó lovas népek elsődleges fegyvere mindig is az íj volt, amit ugye először vadászatra, utána később harcászatra, ábrúzásra is használtak. Egy olyan dolog, amit körülbelül minimum 5000 éve használunk, lóhátról is egész biztos, hogy már 3-4000 éve használjuk, tehát egy olyan fogalmazunk génbankban van jelen a magyarságnál, ami sehol máshogy talán nem található meg, ez látható, mint mondtam, az eredményeken is, és maga ugye az íjász készítésen is, tehát azokat a hagyományosan készített szarújakat a világon, a magyarokon kívül úgy tudom, csak egy kanadai mester készít, senki más. Tehát az eredeti íjakat, nem ezek a műgyanta, hanem szarúból, inakból, fából készült íjakat mai napig csak itt készítik Magyarországon a világban. Ha elmenjünk egy jó íjászhoz, akkor azt el fogja mondani, milyen típusú, akár töltési, akár oldási módok vannak. Minden nemzetre jellemző az, hogy milyen típusú tegezből tölt, vagy akár a kassai lovas íjász rendszerben ugye egymáshoz fogják az íj testhez fogják a vesszőket. Ugye Kassai Lajos képes arra, tudom, hogy 12 vesszőt lő ki 14 másodpercet vágtató lóról. Természetesen ez egy Guinness rekord, de minden elérhető. Én azt szoktam, hogy mi vagyunk a határ. Tehát nem szabad megijedni a maximális teljesítményektől. Jövőre újra lesz Szent Korona tábor. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással július 11-én várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol korábbi adásainkat is megtalálják. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!